Hogy bolgár származású vagy, az hogy, milyen formában érezted, vagy érzed? Érzem, a vérem az, hogy 3/2-es bolgár népzenét meghallok, és isteni dolog, hogy bolgárul imádok beszélni. Ha iszom, akkor folyamatosan énekelek, beszélek bolgárul. Te értesz az anyagokhoz, vagy inkább a főnök bölcsességével rendelkezel? Nem értek. Ahhoz értek, hogy olcsón megvenni egy anyagot, arra rátenni azt a tisztes hasznot, amivel még megél a családunk. Sokat változtak a nők az elmúlt 40 év alatt? Igen, már csak a márka érdekli őket. Igen? Teljesen mindegy, hogy milyen minőség. Tehát nem érdekes a tapintás? Most anyagoknál nem, anyagoknál a tapintás. Bocsáss meg, elnézést, azt hiszem, a készárulról beszélünk. A készárulnál... Pedig már a márka. Csak a márka. Teljesen minden. Nézd meg, én is márkába járok. Tehát, te is már. Az emberek miatt. Az emberek miatt teszünk ezt. Van úgy, hogy tényleg jobb egy márka. A régi dízel dolgok isteniek voltak. Igen, de ez nem az. Már nem az. De az is lehet, hogy ez török, én nem tudom irányítani. Szabadkán mondták a piacon, hogy ez eredeti lopott. Ja, értem. Nekem Amerikában mondták, hogy kérdeztem az eredeti Samsonite, és mondták, ez eredeti amerikai Samsonite. Hozott a Samsonite holland, én úgy tudom. Úgyhogy van ebből. Meg tud mutatni, hogy fönn mi? Persze, parancsolj. A sikeres textilkereskedő még időbe látott hozzá a hangképzéshez. 4 oktáv nem is olyan rossz. Én már rákérdezek, hogy tényleg jársz énekórára? Igen. Nyugtass meg, hogy ebben a korban még lehet tanulni és fejlődni. Egy teljes oktávot fejlődtem felfelé. Igen? Igen. 9. kerületben jó módulnak számítottunk, a Moszkvicssal és a vasárnapi húslevessel. Kaptam egy gitárt. Apám örült, hogy zenélni fogok. És nem akárki volt a tanárom, az első óra Szörényi Leventét fölvette nekem. Akkor Szörényi Levente még nem volt név. Igen. Apám mondta, hogy ő nem akarja, hogy bejárjak a városba, hogy jöjjön ki. Ki is járt hozzánk? Én semmit nem gyakoroltam. Azt mondom, a Szörényi Levente ott lent ült nálunk a bejárónővel. Szenvedett veled? Bejárónővel lent ült, és kiabáltak, hogy Iván, gyere be, mert kint játszottam valahol a gyerekekkel. Semmit nem gyakoroltam. Mondta, ennek nincs értelme. Édesapád nagyon rendes ember, ennek semmi értelme. Volt Zöld Karcsi bácsi, aki zongorázni tanított. Valamit nagyon rosszul csinálhattam, mert mindig elaludt. De annyira elaludt közben, hogy kimehettem pisilni, visszajöttem, és ugyanúgy aludt. És ahogy újra elkezdtem Führerliszt nagyon gyengén, akkor felébredt, és aztán fejem vágott gyorsan, mert rossz volt. Úgyhogy ezek voltak a zenei. Meddig volt a szünet? Hosszú a szünet 40 évig. Mit lehet mondani 40 évről? Semmit és mindent. A zene nem fért bele, de 6 műtét, térműtét, igen, 3 házasság, belőle gyerekek, több tucat autó, aztán Czóresz, majd újra csillogás. Persze a túléléshez kellettek a nők is. Az élet színusz görbéjén Iván mindig megkapaszkodott. Szombat este, megszokott program, a húsok, majd azt egy külön tányérba teszem. A leves 9 kg marhahúsból és 3 kg zöldségből őt, amitől aranysárgán gyöngyözött. Iván fia Iván, az asztalnál a hosszú hajú fiú, öccse Igor, szakálában is különbözik, mellettől Kata, Iván felesége, míg az apával szemben ül Eszter, a nagyobbik fiú menyasszonya. Iván, ha a családjáról beszél, elérzékenyül, mint egy kis nyuszi. Jó hozzám. Persze rengeteg humorral megy, úgyhogy hát vagy vénszorosnak hívnak. De ez megbocsátja. Ami jól esik, de hát... én azt hiszem, már kiskorukban is kisköcsögöknek hívtam őket. Mit szóltok ahhoz, hogy a
apa újabb boldog gyermekkorát éri a rosszabb. Boldogosan szeretjük. Igen? Nem, egyébként nem, nagyon szeretjük, uh-huh. De néha sok nekem. De mi? Tehát mi valószínű... sokat gyakorol? Túl sokat nem, gyakorol? Nem. Az itthoni beszéd róla. Ja, nem hagyja abba? Az itthoni beszéd róla, igen. Mi kvázi ugyanaz a rocker generáció vagyok. Mi a legnehezebb? Most lenni? Tényleg kérdez engem. Ja. Most nem mondhatja, most nem mondhatja, itt ültök. Világos volt. Rossz volt. Nem is szeretnék benne lenni. Bocsáss meg. Jó. Mi a nehéz benned? Mi a nehéz bennem? Az, hogy ugyanúgy gondolkodom a fiatalokról, hogy az apám abban az időben. Tehát ezt a... Nagyon csúnyán vizik, ez olyan, semmi jó nem maradt abból a régióból, ahogy hirdetik ebbe a krumplis reklámba is. És igyekszem nem ugyanazokat a szavakat mondani, mint szegény apám, mert... De seggfejek a fiatalok. De mikor vetted észre, hogy seggfejek a fiatalok? Nem te, meg, te hogy, okos vagy. Meg hogy... Hogy ugyanazt gondolod, mint apád, mert gondolom azért ez is döbbenetes. Előjöttek olyan mondatok, amit nem akartam soha kimondani, és mondtam a gyereknek. Na mondom, ez nem igaz, ugyanazt mondom, amit az apám. Akkor azért mégis, hogyha egyre jobb legyen a hangon, akkor mégiscsak elképzelsz egy közönséget. Hát persze. Hogy elképzeltem, azt mondom. Igen, tehát nem érdemes... Tehát ha rab vagy egy börtönbe, és azért képzeld a hangodat, hogy magadat szórakoztasd, azt értem, hisz valahogy ki kell bírni az életfogytiglani. De a te esetedben fölmerül az, hogy akkor közönséget kell elhódítanom. Igen. Borzasztó jó érzés a tapsolnak, és tetszik, amit csinálsz. És ennél egy jobb van, amikor odajönnek a végén, és azt mondja, micsoda hangod van, és annyira jól esik, hogy el is hiszem. Szigorú a reggel! Minden vasárnap délután érzed az agyad szerteszéllyel. Tükörbe nézel, kérdezed, hogy mi történt. Nem tudod, mi történt veled az éjjel. Szigorú a reggel, minden vasárnap délután. Kérdezed, hogy mi történt?